Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk a Galgamente életében. Ez a csomópont, ahol állunk, a 3-as és a 3105-ös jelű út kereszteződése, az országos első és másodrendű úthálózat egyik legveszélyesebb, hanem a legveszélyesebb baleseti gócpontja. Nagyon régóta, évtizedek óta súlyos, rossz baleseti statisztikákat mutat ez a csomópont, ezért hosszú-hosszú idővel ezelőtt megtörtént a döntés, hogy ezt át kell építeni. 2002-ben már készen volt a csomópont átépítésének a terve, azonban utána évekig nem történt semmi. A 2010-es kormányváltás után, mint a térség országgyűlési képviselője, az egyik legfontosabb közlekedés terén, legfontosabb beruházásnak gondoltam azt, hogy valamiféle lobby tevékenységgel el kéne érni, hogy ez a csomópont, ez ismét felkerüljön az országos prioritás listára. A lobbit Tóth Gábor volt képviselő segítségével kifejtett lobby tevékenységnek követően sikerkoronázta. 2013-ban a kormány elhatározásra jutott, és megkezdődhetett a terveknek az aktualizálása, az új engedélyeknek a beszerzése. 2014 tavaly évelején megszületett a kormány határozat, amely a szükséges hazai forrást biztosította. Ez mint mára kiderült 464 millió forint bruttó hazai forrás szükségletet generált. És a munka lényegében tavaly évelején kezdődhetett el. A kisajátítási eljárások húzódtak el igen hosszú ideig, így aztán csak tavaly szeptember végére sikerült a munkaterület átadás átvételt megejteni. Értelemszerűen a tél folyamán dolgozni nem lehetett, ilyen jellegű munkákat nem lehet végezni. Most viszont, hogy a tél elmúlt, elérkezett a nagy pillanat, a mai napon ez a beruházás elkezdődik, a Galgamente kapuja meg tud újulni, és a galgamenti polgármesterek jelenléte is mutatja, hogy ez a környék a térség számára milyen fontos beruházás. A magam részéről azt tudom még elmondani, hogy a kormányban nagyon jó társat találtunk a lobbihoz, megértették ennek a beruházásnak a szükségességét, és ennek eredményeképpen, amit tavaly megígértünk, azt idén megépíthetjük. Amit nagyon fontos tudni, hogy március végétől a Domonyi ág le lesz zárva, egészen a beruházás végéig, akkor a Szód irányába lehet majd kerülnie az arra közlekedőknek. Egyébként az egész beruházás ideje alatt lehet számítani forgalomkorlátozásra. Ugye a projekt műszaki tartalmát tekintve azt kell tudni, hogy egy négyágú körforgalmat épít a vállalkozó három buszaböllel és két gyalogos átjáróval, valamint ugye közvilágítást építenek ki, ami ugyancsak fontos a balesetek megőrzése miatt. Azt lehet mondani, hogy ennek a fejlesztésnek a végével azok a balesetek, amelyeket az utóbbi években lehetett tapasztalni, mely több halálos baleset és több súlyos személyisérüléssel járó baleset is mutatott, ezek ennek a fejlesztésnek a következtében meg fognak szűnni, ezek elkerülhetővé válnak. Egy ütemből fog állni a beruházás, és nyár végéig a kivitelezőnek szerződés szerint be kell fejeznie.